Egy nem túl hétköznapi technikával készített tárlatot tekinthettek meg azok a látogatók, akik Soltész Györgyi újjászületett textiliák címet viselő kiállítására voltak kíváncsiak a tarcali hatputtonyos borfalu galériájában. Az esemény résztvevőit Györgyné Újvári Mária művelődés szervező köszöntötte, aki örömét fejezte ki a közel 50 fős közönségnek, hogy megtekintik a különféle érdekességeket felvonultató kiállítást. Az üdvözlő gondolatok után Kisné Dudás Gabriella óvodavezető egy idézettel üdvözölte a résztvevőket, aki ezt követően a kiállítót méltatta az egybegyűlteknek. Magasra emeli a művészet az embert, nemessé csodálatosan széppé varázsolhatja lelkének minden rezdülését. Ezek a gondolatok tökéletesen leírják mind a művelőnek és csodálónak egyaránt az alkotás szépségét. Ezek az eszményi gondolatok azok, amelyek az embert különbé teszik. Hozzátette azt, hogy a művészet felelősséggel is tartozik, hiszen az ember lélektani és kulturális fejlődésért felel, mert az itt érő behatások az egyén személyiségét formálni és javítani tudják. Az intézményvezető a textil szobrászatról elmondta, hogy ez a szakma a kreatív díszítés egyik módja, aminek során a kikeményített textíliákból dísztárgyakat készítenek. A szónokot nagy örömmel töltötte el, hogy megnyithatta ezt a kiállítást, amely minden elemében a jövőről, az alkotásról és az emberről szólt úgy, hogy közben a múlt értékeit is őrzi. Az esemény folytatásaként Soltész Györgyi textil szobrász osztotta meg gondolatait pályafutásáról a megjelentekkel, aki elmondta azt, hogy egy képzőművész ismerőse kérte hosszú évekig arra, hogy használja ki a benne rejlő tehetséget. Szentendrén sétálva 3 évvel ezelőtt, 2016 őszén látta meg ezt a Hollandiából származó Powerpole technikát, amelyet azóta is folyamatosan tökéletesít. 3 éve foglalkozok ezzel a textil szobrászattal. Egy népművészeti vásáron láttam meg ezt a technikát, és hát egy szemre leskicceltem, és hazamenve megpróbáltam. És hát nagyon sokat kísérleteztem azzal, hogy egy olyan kötőanyagot kísérletezek ki, ami megkeményedik, és megkeményedve, tehát hogy a textília megkeményedve, utána festhetővé váljon. És akkor, amikor ez sikerült, akkor kezdtem el hozzá, és egy télen keresztül dolgoztam rajta. A munkáim beszélnek, tehát az az első tél, azon rengeteget dolgoztam, most már kell egy hullám, amikor az embernek kedve van, meg új ötlete, meg van hozzá egy olyan, meg se tudom fogalmazni, hogy micsoda, amikor dolgozni kell, és akkor nem tudom abba hagyni. Van egy képzőművész barátnőm, aki leszokta cenzúrázni az alkotásaimat, hogy egyáltalán kiállítható, hogy az alkotó közönség elé lehet egyáltalán ezeket vinni. Az eseményen Hajdú Lara ismert téli dallamokkal szórakoztatta a népes közönséget. A tárlat végén Butta László, Tarcal polgármestere és Kovács Zoltán jegyző köszöntötte a művésznőt a hatputtonyos borfalu galériájában életre hívott kiállításon, amely kötetlen beszélgetéssel és a művek megtekintésével ért véget.